Igen, magas részvételi arány mellett zajlottak vasárnap a török választások. Erdogan pártja, az AKP gyakorlatilag vereséget szenvedett, olyan értelemben, hogy nem sikerült megszerezni azokat a szavazatokat, amelyek lehetővé tették volna, hogy kormányt alakítson. Így a jelenlegi 261 szavazat mellett nagyjából három esély maradt. Hogyha 45 napon belül nem sikerül koalíciós partnert találnia, akkor előrehozott választásokat tartanak. Előfordulhat, hogy kisebbségi kormányzásba kényszerül, de ekkor egy bizalmatlansági indítványon túl kell esnie. A harmadik lehetőség, hogy koalíciós partner talál. De ez nagyon nagy kérdés. Hármas koalíció egészen biztosan nem lesz. A nacionalistákkal vagy a kurdokkal léphetnek együttműködésre. A török lira ma reggel már átlépte a 2,8-as szintet, és további gyengülésre számítunk. A bizonytalanság nem tesz jót a helyzetnek. A török lira mellett a magyar forint is gyengült a ma reggeli kereskedésben, 313 körüli szinteken járunk. A napi gazdaságban Barca György arról írt, hogy 10%-kal csökkent a magyar állampapírállomány külföldiek által birtokolt része májusban. Ez elsősorban a Fed kamatdöntési várakozásai miatt volt, de nagyon kell majd figyelnünk a holnapi inflációs jelentésre, illetve szerdán esedékes a Magyar Nemzeti Bank közleménye, amelyben láthatunk majd utalásokat arra, hogy lesz-e júniusban még kamatvágás, és a 1,5%-os szint után lesz-e újabb kamatcsökkentés.